videóm a reneszánsz korszakáról szól. A reneszánsz újjászületést jelent 1450-től 1600-ig tartott ez az időszak. Először tisztáznunk kell néhány zenei kifejezést. A humanizmus ennek a korszaknak fő eszmei irányvonala, mely célkitűzésként azt fogalmazza meg az emberek előtt, hogy az ember legyen az életünk középpontjában, az ember boldogsága, a saját magunk boldogsága legyen a legfontosabb. Emberközpontúság jellemző a reneszánszra. A vokális kifejezés azt jelenti, hogy énekezzene, az a cappella azt jelenti, hogy hangszer kíséret nélküli, az instrumentális zene hangszeren előadott zenét jelent, az imitáció pedig utánzást. A legegyszerűbb imitáció például a kánon, amikor elkezdünk énekelni egy dalt, és pár ütemmel később a másik szólam megismétli és követi ugyanazt a dallamot. A reneszánsz a régi művészetek megújítására törekszik, az ókori görög és római kultúrák felelevenítése a célja. A humanizmus pedig, mint említettem, egy világnézet, amely középpontjába az embert állítja. A reneszánszra jellemző a természet lázas kutatása, ekkor óriási fejlődésnek indulnak a természettudományok, az ember áll a gondolkodás középpontjában. Ez nem azt jelenti, hogy a reneszánsz ember nem vallásos, csak már nem tekinti a vallást mindenek előttnek, nem tekinti Isten szeretetét és az Isten hitet mindennél fontosabbnak, hanem saját magát, a saját boldogságát is már fontosnak tartja a vallás mellett. Sokoldalú tudósok élnek már ekkor, őket polihisztornak nevezzük. Gondoljunk csak Michelangelo-ra, vagy Leonardo da Vinci-re, akik nem csak festők, szobrászok, hanem akár biológusok, fizikusok voltak a saját korukban, nem csak egy dologhoz értettek. Ebben a korszakban jellemző az énekiskolák kialakulása, illetve a zenei nyomdák kialakulása, a zenére pedig szabadabb ritmika jellemző, és kedvelt hangszerük volt a lant, mely hangszerről részesebben beszélek a Tinódiról szóló videóban. Egyházi műfajok. Az első és talán legfontosabb egyházi műfaja a reneszánsznak a mise. A mise latin nyelvű, többszólamú, vallásos témájú kórusmű. Az öt tétel címei Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus és az Agnus Dei. Következő egyházi műfajunk a motetta. A motetta többszólamú kórusmű, latin nyelvű, szintén vallásos témájú. Thank you.
világi műfaj pedig a madrigál. A madrigál anyanyelvű, többszólamú és világi témájú kórusmű, természetesen énekes, tehát a cappella, nincsen hangszer kíséret hozzá. Az anyanyelvű ének pedig azt jelenti, hogy minden országban az énekes, a madrigál énekes saját anyanyelvén énekli ezeket a dalokat. A reneszánsz két leghíresebb zeneszerzője, Lassus és Palestrina.